Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tavaszi hadjáratának csúcspontja volt Budavárának visszafoglalása 49. május 21-én. 1992 óta ezen a napon ünnepeljük a Magyar Honvédelem napját, és ennek apropóján koszorúztak Dunajvárosban is. A résztvevőket Szemenyei István, a Rudas Középiskola igazgatója köszöntötte, ünnepi beszédet pedig S. Molnár Árpád őrnagy, a Honvéd Klub tagja mondott. Történelmi példákkal illusztrálva a honvédelem fontosságát a nemzet megmaradása szempontjából. Buda visszafoglalásának napja nem csak a honvédelem, de a szabadság ünnepe is. Személy szerint most örülök annak, hogy végre helyére kerültek a dolgok. Mindig berzenkedtem ellene katonaként, hogy a nekünk kijelölt úgymond napon mi magunkat ünnepeljük. Most a honvédelmet kell, hogy ünnepeljük. Nem a katonák napja, a honvédelem napja. Persze jól esik mindig az elismerés, de mikor? Akkor, amikor egy feladatot sikeresen végrehajtottunk, azután, hogyha a társadalom azt úgy ítélte meg, hogy rendben van, tetszett, amit csináltak a katonák, akkor kifejezi háláját. S. Molnár Árpád arról is beszélt, hogy a közelmúltban történt, s a jelenleg is zajló események nyomán ismét más megvilágításba került a honvédség. Egy dologban azonban biztosak lehetünk, ha baj van, a katonáink védik majd meg az országunkat. Nagyon sajnálatos, hogy a körülöttünk zajló események most társadalmi megítéléstől függetlenül, hisz tapasztaljuk, hogy ki így, ki úgy viszonyul az ott folyó eseményekre. Hogy újra ennyire előtérbe került. De vegyük tudomásul, akármennyi katona van, önmagába, fegyver nélkül, háttér nélkül nem fogja tudni a vállalat feladatát végrehajtani. Áldozza életét, persze, hisz halljuk a hírekbe, de ha nincs eszköze, nincs fegyvere, nincs utánpótlása, nincs társadalmi támogatása, akkor bizony nem fog menni. Az ünnepsége részt vett Orosz Csaba önkormányzati képviselő, a Dunajváros és környéke közbiztonságáért közalapítvány kuratóriumi elnöke is. Kiemelte, ezen a napon mindenkire emlékezünk, akik a honvédelemért élnek, vagy az életüket adták a hazánkért. Szerintem nem csak az önkormányzatnak, nem csak magának az országunknak, hanem a személyeknek is egyesével nagyon fontos ez a nap. Ahhoz, hogy Magyarország ma egyáltalán létezik, ahhoz rengeteg honvédnek, katonának kellett akár életét, vérét adnia, és nem csak nekik, hanem akár polgári személyeknek, önkénteseknek is, hogy ez a kis ország a mai napig létezzen, éljen. Én azt gondolom, hogy ezt igenis meg kell ünnepelnünk, büszkének kell lennünk a mai honvédeinkre, és a múltban értünk halt honvédekre is, és ezt a napot én azért tartom nagyon fontosnak, ezért ünnepli az önkormányzat is, és továbbra is remélem, hogy ezek meg fognak valósulni, fogunk tudni koszorúzni, és Magyarország tovább tud békében élni. Elkerülhetetlen tényező a szomszédunkban dúló háború. Orosz Csaba szerint történjék bármi, mindenkinek fel kell készülni az eseményekre. A mi életünk ugye úgy telt, hogy a környezetünkben eddig nem volt háború. Nehéz ezt megélni a mindennapokban, szerintem az állampolgároknak is. És először szerintem mindig egy apátia következik, az emberek megijednek, megrémülnek. De aztán mindenkinek fel kell szívnia magát, arra kell gondolni, hogy ez a háború, reméljük, hogy nem ér ide. De ha minket is hasonló sors érne, akkor készen kell állnunk, mint katonáinknak, rendvédelmiseknek, illetve az állampolgároknak is, hogy megvédjük a hazánkat, megvédjük az otthonunkat, megvédjük a családunkat. Május 21-én tehát nem pusztán a katonákat, a honvédelmet, hanem így vagy úgy, de a szabadságot is ünnepeljük. Azt a szabadságot, amelyet többek között a magyar honvédeknek is köszönhetünk.